nem elég gyorsan futni, a térképet is jól kell tudni olvasni a tájfutóknak. Az egyik titka és vonzereje a tájékozódási futásnak, hogy 10 éves kortól 80 éves korig a saját magára szabott pályáján tud indulni a versenyző. Ennek megfelelően a mostani versenyünkön is 20 fölötti kategória számban indulnak, és az, hogy a gyerekekre is egy labirintus pályával gondoltunk, illetve a kerekesszékkel használókat is igyekszünk bevonni, ez ezen felüli. Balogh Zsolt 40 éve él kerekesszékben, most úgy döntött, handbike-jával teljesíti élete első versenyét. Fogalmam nincs semmiről, ez most egy nagy mély vízbeugrás lesz nekem. Izgul? Kicsit igen, persze. Gyerekek és felnőttek is elindultak a nyílt versenyen. Mészáros Attila, a polgármester előbb beszédet mondott, majd a tettek mezeire lépett. A főszám persze a főiskolás egyetemista OB futamai voltak, ahol válogatott kerettagok is elindultak. Így Weiler Virág is, aki negyedik helyen zárta a legutóbbi junior világbajnokságot és első felnőtt VB-re készült. Nem mellesleg kéz középcsont töréssel bevállalta a nehezebb terepet, az Arak Vadex kupát is. A szüleim is tájfutottak, úgyhogy rajtuk keresztül ismertem meg ezt a sportágat, és hát ilyen 6-7 évesen már jártunk ki az erdőbe a szüleimmel, illetve kísértek minket szalagos versenyeken, úgyhogy már eléggé hamar megismerkedtem veled, egyébként öttusáztam is régen. Az OB-n és az Arak Vadex kupán finnek is rajthoz álltak, a skandináv klub tagjai Balatonfüred jegyzőtáborukból ruccantak át Fehérvárra, majd Fehérvár Csurgóra. Az Arak tájfutó szakosztályát 20 fiatal és 40 szenior versenyző alkotja. Azt reméljük, hogy az az esemény, amit másodszor rendezünk meg az Arak Vadex kupa, ez még nagyobb indulói létszámot jelent majd a következő években. Ehhez egyébként új területeket is kell találni, új térképet, mert egy idő után ez egy úgynevezett leversenyzett hely lesz a Kajaszurdok, ami egyébként nagyon szép, nagyon technikás és nagyon nehéz. Hát az lenne jó, hogyha ott egyre többen indulnának, illetve hát nem csak egy viszonylag mérsékelt versenyzői létszámot mozgósító egyetemi és főiskolás bajnokságot, hanem egyéb korosztályos országos bajnokságot is tudnánk a tájfutásban csinálni. Az egyetemi főiskolai OB-n és az Arak Vadex kupán összesen mintegy 1500 versenyző indult el.